A fehérmezes hazai ase ezúttal nem csak a támadójátékra helyezte a hangsúlyt, hanem az együttes csapatvédekezésre is, és a megszerzett labdák után nem feltétlenül akarták lerohanni ellenfelüket a paksiak. A türelmes játék során a vissza, illetve a kiosztások után a triplákat igen rossz százalékkal dobták a fehérmezes hazaiak, de közelebb lépve a gyűrűhöz, majd a párharcok megnyerése utáni szituációkból, középtávolról és zicserből termelte azért rendesen a pontokat a csapat. A Baker, Shepard, Jackson, Coopers amerikai kvartett jóvoltából. A körmet nem tudott ugyan közelebb menni a palánkhoz, ám távolról több játékosuk is több mint remekül dobott, és triplákkal, amelyben elsősorban Mócsán jeleskedett, négyet is elsülyeztett a paksi gyűrűben, a második és a negyedik negyedben 6, illetve 4 ponttal nyertek a vendégek. Igaz, 6, illetve 7 ponttal az első és a harmadik negyedet megnyerte az ASE. Szinte megjósolható volt, hogy a kiegyenlített küzdelemben fej-fej mellett haladva a véghajrá fog dönteni a két csapat között. 75-74-es paksi vezetésnél a körben szerzett labdát is támadhatott volna a meccs megnyerésért, ha 14 pontig jutó Kevin Keepers nem cseni el a labdát a körmendiek egyik legjobbjától, a 16-os Ireland-tól. A paksi amerikai kisember nem csak bedobta a meccslabdát, hanem a legnehezebb, egyben leglátványosabb megoldást választva zsákolással juttatta a játékszert a gyűrűbe, miután 3 pontos ASE győzelemmel zárult a forduló legnagyobb rangadója. A paksi csapat egyik húzó embere nem csak hasznosan, hanem ponterősen is játszott. A 20 pontos Jackson feletté boldog volt az értékes újabb hazai győzelmet követően. Készültünk alaposan a körmendből, és úgy látom, azért tudtunk nyerni, mert amit taktikai szempontból megbeszéltünk, az ezen a meccsen szinte végig, különösebb, nagyobb kihagyások nélkül be is tudtuk tartani. A támadásban is, a védekezésben is kellőképpen határozottak, illetve agresszívek tudtunk lenni, értékelten látottak a Justin Jackson magas bedobó. Branislav Djunic, az ASE edzője is örült az olykor hiányciknek számító taktikai fegyelmezettségnek, de sportszerűen elismerte, a meccs végeredménye lehetett volna a mérkőzés összképe alapján fordítva is. Egy még nehezebb meccsen, egy még jobb ellenféllel szemben a sikerhez a távoli eredményesség is kell nagyon, ami jó néhány játékos alapadottságban, a paksi csapatban, technikai képzettségében benne van. És a most látott taktikai fegyelmezettséget a védekezésben is át kell menteni ahhoz, hogy az otthon 100%-os, mind a 9 meccsét eddig megnyerő atomerőműve ese idegenben is tudjon fontos meccseket nyerni.